január elején a koronavírus fertőzés szövődményeiben elhunyt Szabó Ferenc, korábbi országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium egykori főosztályvezetője. A nemzetközileg is elismert vadgazdálkodási szakembert életének 68. évében érte a halál. Tisztelői, egykori munkatársai emlékeztek meg róla Karcagon, a Nagykun Vadásztársaság udvarán álló kopjafánál. A napokban elhunyt Szabó Ferencre, a Földművelésügyi Minisztérium egykori főosztályvezetőire, a vadásztársadalomért dolgozó kiváló szakemberre emlékeztek a karcagi Nagykun Vadásztársaság udvarán lévő kopjafánál. Szabó Ferenc korábbi országgyűlési képviselő, kiváló vadgazdálkodási szakember, vadászati szakember, nagyon sok szállal kötődött Karcaghoz, az Alföldhöz. Ő abonyi lakos volt, Budapesten dolgozott képviselőként, illetve utána évtizedeken keresztül, mint osztályvezető, főosztályvezető, vadgazdálkodási szakember a Földművelésügyi Minisztériumban, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozott, azért, hogy a magyar vadgazdálkodás megfelelően szabályozott keretek között, törvényi háttérrel kellőképpen alátámasztva történjen, a magyar vadászat a világ élvonalában legyen. Szabó Ferenc nemzetközileg is elismert, kiváló szakember volt a vadászatban, azon a szakterületen, amelyet annyira kedvelt, a magyar vidékért, a magyar vadásztársadalomért dolgozott, és most sajnálatos, hogy elveszítettük. 68 évesen életereje teljében, tele tervekkel, lendülettel, egy igazi temperamentumos, csupaszív ember volt. A karcagi vadászok is sokat köszönhetnek neki, még akkor is, hogyha kevesen tudják azt, hogy milyen jogi háttér kell ahhoz, hogy legyenek jól lehatárolt vadászterületek, vitamentesen használható területek, milyen keretrendszer kell a vadásztársaknak, mint egyesületeknek a működéséhez, és miképp lehet ezt összeegyeztetni a gazdatársadalom, a környezet és természetvédő, a lakosságnak az érdekeivel és szempontjaival. Ennek a megfelelő jogi környezetnek a kialakításában dolgozott ő tevőlegesen is, illetve a vadásztársaságok területeinek, vadászterületeinek a kijelölésében, ezzel kapcsolatos szervező munkában hosszú éveken keresztül. Fájdalmas veszteség számunkra, és emlékét mindig meg fogjuk őrizni. Hubay Imre Csaba, a karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke a vadászok nevében idézte fel Szabó Ferenc alakját. Szabó Ferenc urat legalább 40 éve ismerem, és az ismerettségünk kezdete óta mindig jó kapcsolatban voltunk, mindig segítőkész, jó szakember volt, volt rálátása vadgazdálkodásra, vadászat szervezésére országosan, és a későbbi beosztásából adódóan igazságosan tudta elrendezni a vadász területek sorsát, a vadász társaságos sorsát, és valamennyien bizalommal tudtunk hozzáfordulni, mindig segítőkész volt, és mindig megtalálta megoldást a legnehezebb helyzetekre is. A vadász társadalom nem egy egyszerű társadalom, és hát mindenki a saját érdekeit igyekszik előtérbe helyezni, és a Szabó Feri barátom úgy tudta integrálni, úgy tudta rendezni a dolgokat, hogy mindkét fél, vagy éppen ha több félvő volt szó, mind a három fél megnyugvással vette tudomásul azt a megoldást, azt a lehetőséget, amit baráti alapon vadászási szemlélettel valamennyiünk számára eredményesen meg tudott oldani. Mindig bizalommal tudtunk hozzáfordulni, és ha bármilyen gondunk volt esetleg a vadgazdálkodás során a pályázattal, a területtel, a vadállománnyal, a fejlesztési lehetőségekkel, mindig mögénk állt, mindig segített mindenbe, és megütközött olyan kérdésekbe is, amelyek esetenként más sok érdekeit, vélt érdekeit sértette, és mindig lehetett rá számítani, és fájó szívvel emlékezünk rá, hiszen még köztünk lehetne, és amikor értesültem azzal, hogy elvesztettük Szabó Feri barátomat, ez nagyon súlyos érzéseket váltott ki bennem is, vadásztársaimban is, és a karcagi vadásztársaim azok ismerték, tudták, hiszen ha valamilyen problémát meg kellett oldani, akkor őszintén nyíltan tudtuk elmondani, hogy milyen
problémába kértük a segítségét, és mindig volt megoldás. A mi vadásztársaságunk az egyik legnagyobb vadásztársaság az országban, és amikor a legutóbbi területkiválasztásról volt szó, akkor is egyértelműen állt mellettünk, elismerte a mi munkánkat, a mi vadász dolgainkat, és ez nagyon jól esett nekünk, hiszen egy apró vadászat, vadászterületről van szó, nem egy nagyon gazdag terület, de látta, érzékelte, tapintotta azt, hogy az itteni vadászok puritán módon ugyan, de urai a helyzetnek, és igyekeznek legjobb tudásuk szerint jogkövető módon vadászosan sportszerűen megoldani. És ő is mindig nagyon sportszerű volt velünk, példaértékű az a cselekvés, az a munka, amit folytatott, illetve amivel segítette a mi munkánkat. A későbbiekben már, a 2000-es években egyre közelebb kerültünk egymáshoz, szakmai szempontból, emberi szempontból is, és példamutató volt részünkre az a magatartás, az a sportszerű dolog, az a sportszerű hozzáállás, amit mutatott felénk, amit realizált, illetve mi mindig bizalommal tudtunk hozzáfordulni, még a nehezebb kérdésekbe is, szinte olyan atyáskodóan barát volt és segítőkész. Köszönjük szépen! Mi, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság tagjai egy kis emlékhelyet létesítettünk a vadásztársak emlékére. Nem gondoltam akkor, hogy az ilyen szoros barátságban lévő vadásztársakat is itt búcsúztatjuk, de nagy bizalommal tettük, nagy elismeréssel tettük, azért, hogy az emlékét örökké meg tudjuk őrizni, fel tudjuk említeni, azokat a cselekvéseket, amelyeket folytatott, azokat el tudjuk beszélni egymás között, emlékezve az ő nagyszerű életpályájára, életteljesítményére, amit nyújtott a magyar vadászat számára. A jelenlévő koszorút helyeztek el a kopjafánál a nagyszerű vadász szakember emlékére, valamint egy-egy tölténybe helyezett üzenetet írtak, amit eljuttatnak majd a családjának. Egy nagyon szomorú, de mégis felemelő érzés itt lenni, és a Karcagi Nagykun Vadásztársaságnak egy nemes kezdeményezés az, hogy van itt egy olyan kopjafa, ahol az elhunyt vadásztársakra emlékeznek, ott helyeztük el a megemlékezés koszorúját, és a mostani járványhelyzet miatt sajnos a temetésen nem lehettünk ott, majd el fogjuk jutatni a koszorút, illetve hát az ilyenkor szokás szerint ajándékba adott, vagy emlékül adott feliratos töltényhüvelyeket is, amelyekben kis üzenetek vannak papírra felírva.